A húsvéti időszakban rengeteg hívő ember megy Szent Misére minden évben. A tolnai római katolikus templomban idén is mindhárom szentnapra terveztek programokat. Húsvét a legrégibb ünnepünk, úgyhogy 2000 év óta ünnepli az egyház. Előbb ünnepeltük a húsvétot, mint a karácsonyt. Történelmi kialakulásunkban. És nyilván húsvétban Jézus szenvedésének, kereszthalálának és föltámadásának legnagyobb, legszentebb ünnepét tartja a kereszténység. Idén, ahogy tavaly is, azért vannak korlátok, vannak változtatások, vannak dolgok, amik elmaradnak, van, ami másképp történik a liturgiában, akár a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombati eseményekre gondolunk, vagy éppen húsvét vasárnapra tettük át most már évek óta húsvéti körmenetünket, ez idén szintén elmarad. A plébános elmondta, voltak már olyan időszakok, amikor a keresztények nehéz helyzetben voltak az ünnep megtartásával kapcsolatban, így a pandémiás helyzet nem indokolhatja a húsvéti programok eltörlését. Egyházamban viszont szintén bölcs, hogy a lényegre odafigyeljen. Szerintem pandémia ide, pandémia oda lényeget meg tudjuk ünnepelni. Csak mondok példákat. Annak idején az ősegyház, őskeresztények idejében nem voltak templomaink. Házaknál gyűltek össze az első keresztények, akkor is megünnepelték a húsvétot. Kommunizmus ideje alatt, amikor gulágra vitték el a papokat, börtönökben voltak az 50-es, 60-as években papjaink jó része, börtönkörülmények között is tartottak miséket. Nyilván abban a formában, nem más formában, mint hagyományos módon, de hogy most csak egy példát említek ebből, hogy mazsolás kalácsot beküldtek, és a mazsolát nem beleszórva, hanem egybe rakva a közepébe sütötték meg a kalácsot, úgymond. És a mazsolat kifacsarásából bizonyos cseppnyi lét kaptak, és nem volt kelyhük, meg ilyesmi, de hogy a tenyerükben. Ezzel miséztek a börtönzött papjaink is. A nagy hét menetét mindhárom napra előre eltervezték. Nagy csütörtökön lépünk be a Szent Három Napba, így mondjuk mi a húsvétot, katolikus keresztények. Nagy csütörtök az az utolsó vacsorának a történése. Nagy pénteken van az a napunk, amikor nincs az egyháznak szentmiséje. Délutánban 3 órakor Jézus halálának időpontjában keresztutat fogunk majd mondani, végezni. Jó idő esetén kint a Kálvária dombunkon, aztán, ha éppen esik az eső, akkor beszorulunk ide a templomba, és az estében aztán van az úgynevezett csonka misénk, ami passiónak az elhangozását is jelenti liturgiánkban. És ilyenkor az egyház 9 könyörgésben a világért imádkozik. Érdekes módon a pap ilyenkor az első felében énekel, csendet tart, és utána egy rövid könyörgő imát még elmond. Például imádkozunk ebben a népek vezetőiért, imádkozunk a zsidókért, a nem hívőkért, a Krisztusban nem hívőkért, a betegekért, és tavaly is meg idén, ennél a könyörgés sorozatnál előjön megint csak a pandémia helyzet, tehát plusz egy könyörgést
lesz egy tizedik könyörgés, amit külön imádkozunk. Nyilván betegekért, haldoklókért, és kérve Istent, hogy ez a járvány megszűnjön, eltűnjön. Nagy szombaton szintén csendességünk van, és aztán mi így terveztük, hogy 6 órakor tartjuk a szent liturgiát. Tűzszentelés elmarad, bár meggyújtjuk majd azt a húsvéti gyertyát, ami föltámadt Krisztust jelképezi. Csak zárójelben mondom, hogy meggyújtott gyertya az mindig az életet jelképezi. A dicsőség is felhangzik, mert hogy nagy csütörtök estéjétől nagy szombat estéjéig nincsenek harangok, nincsenek csengők, orgona sem. Keresztény világ egy csendességben van Jézus halálának elfogatásától kezdve halálán keresztül, egészen feltámadásáig. Aztán ebben a nagy szombati estében most elmarad a vízszentelésünk is. Keresztségi ígéreteinket viszont megújítjuk. Arra is ügyeltek a templomi programoknál, hogy a vírushelyzet miatti kijárási korlátozást betartsák. Mind a 3 szent napon itt az estékben, tehát úgy igyekeztünk a kezdő időpontokat kijelölni, 5 órákat, illetve nagy szombaton a 6 órát, hogy meg tudjuk tenni a liturgiát, de 8 órára mindenki, akár vidékről is, filiákból jönnek, nyugodtan haza tudnak érni.